A tegnapi nap folyamán lakossági jelzést kaptam arról, hogy Perecesre különböző teherautók az erdőbe hordanak valamilyen fajta anyagot, és hát nyilván azóta már sok minden kiderült, és vélelmezhető, hogy bizony ez nem más, mint a miskolci kisvonat felújításából származik. A kisvonatnak felszedték a sinyét, és az alatta lévő törmeléket kiszedték. Amikor az a probléma, hogy ezen a sinen évtizedekig járt a kisvonat. A kisvonat mozdonyából a dízelolaj, a szerelvényekből az olaj, a zsír és egyéb szennyező anyagok kerültek be gyakorlatilag ebbe a töltésbe, és ez a felszedett töltés vélelmezhetően átkerül, ennek a felszedett töltésnek az anyaga átkerül Perecesre. Egyébként itt mögöttem látható, éppen itt van deponálva a tejgyártól nem messze Miskolcon, és most úgy néz ki, hogy ez átkerül a perecesi részre. Természetesen jeleztem már a közgyűlésben, és most még akkor el tudunk menni, és meg tudjuk nézni, hogy mi is van az erdőben. Itt vagyunk a töltésen, ahol jól látszik, hogy már benyomták az autók kerekeivel, és egyébként nem kell messzire menni. Itt egy ilyen vasdarab egyébként, ami éppen jól látszik, hogy a töltésből jött ki. No, hát itt lehet látni, hogy hogy van betúrva az anyag, és jól látszik, hogy legalább egy méterrel ott oldalról, jól látszik, hogy legalább másfél-két méterrel már megemelték az elmúlt napokba az egykori szintjét az útnak. Tehát ez már, ami most vagyunk, ez gyakorlatilag, ez már mindez. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag lehet érezni azt a fajta anyagot rajta, ami, hogyha valaki egy vasúti töltés mellett elmegy, akkor pontosan tudja érezni ezt a szagot rajta. Több száz métert jöttünk befelé az erdőbe. Jól látszik, hogy itt is, ahogy mennek a teherautók, és ott az aljában már látszik az, amit valószínűleg frissen hordtak ide, és még nem nyomtak le. Nézzük azt is meg. No, hát itt van a friss anyag, ami még nincs betaposva. Lehet, hogy egy-két nap múlva itt lennénk, akkor most már ez is el lenne szépen planírozva. És hát jól látszik, hogy folyamatos, tehát ez több teherautónyi anyag. Itt mögöttem egyébként jól látszik, hogy fel lett töltve az útnak a széle, és egyébként az is jól látszik, hogy ezt az eső simán majd lejjebb fogja mosni abba a horhosba, és gondoljunk bele abba, hogy tulajdonképpen a Bükkhegységben járunk egyébként, amely Mészkőhegység, hogy mi lesz majd az ivóvízzel. Természetesen nyilvánvaló, hogy minden hatósági szerv felé ezt jelezni fogom, a rendészet felé már megtettem, illetve a rendőrség felé is, de levelet fogok írni Nagy István agrárminiszter úrnak is, hogy szerintük ez megfelelő elhelyezése az egykori vasúti töltésnek.